A videót a konzolvilág támogatta. Na hát gyerekek, itt vagyunk a következő Forza Motorsport 6-ban. Arra gondoltam, hogy ebben a részben vegyünk egy autót. Hogy egy milyen autót akarok? Elmondom, Mercedes. Uff, de nem, hogy, hogy kinéztek ti? Honda. Ú, basszus. Na jó, um, azt mondja, hogy egy Mercedes, csak nem tudom, hogy, hogy AMG-t akarok-e, vagy sima Mercedes-t. Ezt még nem tudom. Ez egy E63 AMG, akkor... Um, úristen, ez az autó, gyerekek, ez nekem annyira tetszik. Hát ez, a formája nem tetszik, de nagyon jó, nyilván. Nyilván nagyon jó. Mármint így élőben, nem tudom, hogy a játékban egyébként milyen. Uh, nincsen simán Merci AMG vagy, vagy ilyesmi nincs. Jó, akkor um, Hát nem is tudom, hogy mi, mi az ami... Ami igazán kéne. Ezt mondjuk megnézném. Nem lehet itt így csak úgy megnézni? Biztos meg lehet valahogy. Meg ezt is megnézném. oh shit. 2012-es. Ez 2013-as. Ezt meg, meg szeretném nézni. Na várjál, mindjárt, szerintem itt valahogy beadja, mint a sima forzába, vagyis hát a Horizon-ban. Uh, nekünk nem kell rá ilyen low sága. Jó, mindegy. Valamilyen jó lesz, azt majd mindjárt úgyis át... Á, ah, nem, 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 no, 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 no way. Nekem ez nem tetszik, a hátulja nem tetszik csak. Talán ez az. Ezzel keverem? Ez viszont tetszik, ez, ez szerintem tök jól néz ki. Ez is mindegy, mert úgyis át, át lesz csicsázva. Free Luke, na így lehet ezt akkor megnézni. Mutasd a uh, nem. Nem, ez nem az a typical... Az az új lámpa tetszik nekem nagyon, aminek a hátulja. Uh, olyan új. Na most, ezen biztos az van. Száz százalék, hogy ezeken az van. Uh, nem tudom, akkor nézzük meg ezt is. Free look. Free look. Ezt akkor megnézzük úgy. 270 ezer kredit. Még jó, hogy van kreditünk, mert ez nagyon drága. Ja, Istenem, most meg visszaléptem. Na, várjál csak. Jó, tök mindegy, mibe. Mutassad magad. A segére vagyok kíváncsi nagyon. I like this seg. Nem. Akkor nekem még azok nincs nyitva, azok az autók nincsenek nyitva. Mert ezek viszonylag régi autók. Nekem én 2010. Hát igen, ez már az újabb, ez a 13-as, de hát ez egy A45 AMG, az nekem nem feltétlen adja. Um, kamion, az milyen? Alright, akkor nem, akkor nem lesz most merci gyerekek. Nézzünk egy másfél autót. SRT. Ez free. What free? Miért free ez? Mert nekem az Ultimate Edition van meg, és akkor így free. Ja, még nincsen sok autó egyébként. Por um, Porsche. Uff, gyerekek. Nekem ezek annyira tetszenek. Még egy ilyet is elf. Ó, oh, hát ilyet meg főleg elfogadnék élőben Aha, ez mind DLC és autó. Ja, értem. Aha. Hát ez olyan. Ne. Nem tudom, az annyira így nem tudom. Hát mondjuk ez nem olyan rossz. Ja, hogy ez nekem nincs meg. Az anyátok füli, hogy ér nekem ez annyit, ne szórakozz. Opel. Az, az van, hogy ha már itt vagyok, akkor már annyira akarok venni. Rolls Royce, Royce, na az milyen lenne? <laughs> na várj, nézzük meg ezt a free autót, de tényleg, nézzük meg. Kíváncsi vagyok rá, hogy ez miért free, úgyhogy ezt most be fogjuk szerintem szerezni. Oké. Okay. Először is, tök mindegy, hogy milyen, de mondjuk legyen ilyen. Én ezeket ilyen letisztultan szeretem egyébként. Jó, hát figyelj. Oké. Én azt mondom, hogy búj. Megvesszük, mint az állat. Ingyen. Halad ilyeneket osztogatnának itthon is ingyen? Mennyire lehetne neki örülni? Mindjárt föl-tuningoljuk. Vagy hát annyira nem is tuningoljuk, hanem csak a külsejét. Jó van. Nem érdekel, mit mondasz. Na várjál, akkor azt mondja, hogy nézzük meg milyen autóink vannak, mert mintha nyertünk volna. Subaru, az is itt van. Nessze, GTR-ünk is van. Lexus, ja, ezek az alapautók, amiket megkaptunk. Nem tudom, csak mondom. Közben valaki hívott. Alright, na. Um, Péntezzük az ottot. Jó van. Hát először kéne nézni neki egy színt. de most ugye a tükröződés miatt viszonylag korlátozott szín cuccunk van. Ja de mondjuk várjál csak, mert igazából nekünk a motorháztető a lényeg. Tehát azon mindegyikbe becumontjuk a, a valamilyen izét. Ilyen fekete motorháztetővel figyelj, ez nem tükröződik elméleti szinten. Na jó, nézzünk akkor egy full szint az egész ortónak. Megnézzük. Ússé. Uh, Fú, gyerekek. A, ide csúnya így, na várjá. Jó. Alright. Honnan látom jó talán? Innen? Innen? Nem tudom, szerintem ez a szín egyébként illik hozzá. Szóval lehet egyáltalán nem, de nekem tetszik. Alright, akkor nézzünk egy tetőt. Hát, vagy tető, motorháztető. Nekem ugye nyilvánvalóan erre igényem van, hogy, hogy az ne tükröződjön. Át egy rohadtú csúnya. De nincs mit tenni. És ebben a csúf, gyerekek, mint a kilenne cserébe, fúj de ronda. Fúj de ronda! Az az így nagyon ronda. Egyszerűen nem tudom megszokni. És akkor ennyi? Valamit erre kell találnunk. Valami megoldás. Hoppá, várjál csak. Mert most az van, hogy ebből van ilyen akkor legyen az, hogy az egészet befestjük olyanra. Azt mondja, hogy itt volt ez a bordó. Hát ez az, ami nem, ez, ez még tükröződik, ez semennyire. Nagyon korlátozott lesz így a szín, amit megengedhetünk magunknak, de ez van. Nem tudok ezzel mit csinálni. Uff, te ocsmány vagy így. Kéne, kéne, erre valami ilyen buzis szín, nem? Nem olyan nagyon elcsúnyítani, de... De olyan, nem tudom mi erre. Várjál csak, mit, mit tudunk rátenni? Tudunk rátenni ilyen izét, vinylit is. Ez minden ronda, amúgy. Ilyen izét neki, cummantóst. Ti erre a kerekeket, azt jó az, persze, egy autónak ez is jó. Ne szórakozz, hát olyan lesz, de písz. Ez egy nagyon rikító kéne, az, ez lesz az. Hogy ez. Ez lesz az. Na és akkor ezt is megcsinálni ugyanolyanra. Ebben nem sok mindent variálok egyébként. És melyik volt? Ez lesz. Szarunk bele. Oké. Okay. És hát a, igen, ezt, ezt is valami olyasmire kéne megcsinálni. Itt már nagyobb problémák lesznek, mert így szerintem ez nem fog neki jól állni. Majd mit akarsz? Hallott, Feldobja az ottot, mint a disznó. Na jó, kész vagyunk. Um, Save. És akkor most vigyük el egy próba útra. Nézzük meg, hogy ez valóban mit is tud, hogy ingyen van. Vagy, hogy tényleg az Ultimate cucchoz kaptam -e ingyen, vagy nem tudom. Mondjuk gondolom. <coughs> Oké, okay. um, Azt mondja, hogy Test Drive. Ez az, ugye? És akkor milyen pályára vigyük el? Hú, ez a belga spá. Uff, uff, uf, uff, uff, vigyük el arra elviszlek magammal, viszem magammal. Ide napos időbe, hogy lássuk is az ottot. Mert ez fontos. Na, most nem tudom, talán ugyanaz, mint a form 1-es pálya, mert akkor nagyjából kell nem vágom, de nem tudom, a vonal vezetését megváltoztatták-e picit, vagy, vagy nem, nem tudom. I didn't know that. Oké, okay, először is nézzük meg akkor kívülről. Oh, come on. Ez nagyon kaffi kis ortó. Mit akarsz? ez... Mint a disznó. No. Oh, come on. ez belül is nagyon jó. Ez tényleg nagyon jó. Nincs ilyen üres. Nem tudom. Jó, ö, én azt mondom, hogy próbáljuk akkor ki, hogy mégis milyen ez az autó, csak akkor ugye, hát nyilván nem innen játszunk, hanem innen. Ú, de az volt ez, mindegy. De amúgy még ez is tükröződik, érdekes. Ú, ez egy nagyon szopatós kanyar, ezt tudom. Hallod, úgy megy ez az otthon, mint a disznó. Ez forma egyben, ez egy teljesen teligázos kanyar, de itt nem. <laughs> itt nagyon nem. És vissza se tudom tekerni. Hát ez itt nem volt teligázos. Az a baj, tényleg ezt megszoktam. Így milyen? Próbálgatok ki így mindent. Tényleg mi lenne nekünk a legideálisabb. Mi volt ez? <köhem> Oké, okay, szerintem nem ez lesz a legideálisabb Nézzük meg belülről Visszatükröződik még az anyja picsája is, ám, hogy még az is zavarjon minket. De talán nem úgy ebben nem is olyan rossz. Meg úgy Block szerintem azért szokható, hogyha ismerjük a pályát, nem? Ez a belső nézet e, Azt nem mondom, hogy én ismerem ezt a pályát feltétlen De de igen, ugyanaz, mint a Forma 1-be, tehát e, jó lesz ez Csak bele kell jönni Á, ah, még így is kicsúszunk Csak tudod, az a fura, hogy a Forma 1-es autók azok azért leszorító erőben oh, Ezekhez képest, meg úgy kanyarodásban. Forma autók, ennyit nem kell túlragozni. Sokkal másabbak. És ugye, hogyha féktávokon is ahhoz vagy szokva, hogy forma autót vezet, azután ilyet vezetni... Hát nem tudom. Igen, még, még többet kell fékezni. Na ezért nem jók ezek a pályák, amikor eddig forma 1-es autóval mentem. Nyomjuk neki, mint a disznó. Azaz. Igen, írták egyébként néhányan, hogy csapathatnám én ezt tiszéval is. Kormányjal is. A megvetés az nem rossz. Vagy a felvetés az... Megvetés? A felvetés az nem rossz. Viszont nem tudom. Hogy mennyire lenne az jó, mert elvileg tényleg az ilyen vérprofik. Ilyen akár VB-t nézzük, akár bármit, ott is izéval nyomják. Joystickkal. Ami érdekes, de hát ez van. Úgyhogy igen. Uha, uha. Uh. Nem is sikerült jól. De az a baj, annyira nem látsz ki, hogyha erre az oldalra oké okay, kilátsz, de nézd meg a másik oldalt. Így el kell közben fordítani. Hát de ki? Kinek van ereje még ezt forgatni is közben? Ez vr lenne szerintem nagyon jó egyébként. Ó, oh, nem is hülyeség, nem is hülyeség, Patrik. Nem látod, hogy hova kanyarodsz. Persze, így elfordítom, akkor látom, de hát ennyi. Az azért nem, nem, nem elég. Na nézzük ezt a sikánt itt, hogy miért nem lehet ez. Hogy nem tudom visszapörgetni, Visszamegyünk. Szárjuk bele. Visszamegyünk, gyerekek. Megnézzük ezt a sikánt. De fura erre menni, nem? Jó van, álljál meg valahogy. Áú! szétkurom az autót. Hallod, úgy szétkúrtam az autót, nem is jó a váltó se. Nagyon szét, Megyek, mint az állat. Nem vagyok normális. Gyerünk! Jó az! Már városi tempóval megyünk. Mit akarsz? Kicsit össze-vissza jár az ottó, de hát ez van. Így kéne bevenni. Úgy. És akkor kicsit így. Ez lassított felvétel, gyerekek. Mit akartok? Felváltjuk. Ú, te. Hát mi bajod? Ennyire megviselt? Hát nagyon megviselte. A body állt, az azt nagyon durva. néz már meg, hogy néz ki. Na jó. Na hát gyerekek. Ö, megvan ez az autó. Szerintem megyünk vele egy versenyt a következő részbe próbálgatjuk a dolgokat ebbe a játékba továbbra is. Úgyhogy, ha tetszett, akkor csapassatok rá egy lájkot. Like Ásítál, oké? Fel is iratkozhatok, ne felejtsétek, hogy napi kettő darab videót találtok ezen a csatornán. Köszönöm szépen nektek a figyelmet, nap pisztácia, és szevasztok!